Biztonságosabb közlekedés, új zebra és járdasziget épült a MOM Sport előtt. Több kisgyermeknek jár ingyenes ebéd, a hegyvidéken a nyári szünetben is csaknem 100-an kaptak térítésmentes ellátást. Megújult a helyesírási szabályzat, kevesebb lett a kivétel és rugalmasabbá váltak az előírások. A Budai Híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Biztonságosabbá vált a gyalogos közlekedés a MOM Sport előtt. Korábban sok vita és balesetveszélyes helyzet alakult ki, mert a látogatók az út lerövidítése érdekében itt keltek át, a méterekkel feljebb lévő kijelölt gyalogátkelő hely helyett. Az új tanévtől ennek vége, a hegyvidéki önkormányzat ugyanis új zebrát festett fel a sportcsarnok elé. Egész nap nagy a forgalom a Csörsz utcában, a MOM Sport előtt. Az elmúlt években megmutatkozó lakossági igények miatt döntött úgy a hegyvidéki önkormányzat, hogy az utcában már meglévő gyalogátkelőhelyek mellé egy újabb zebrát festenek fel erre a területre, mondta dr. Váci János alpolgármester. Itt már korábban évek óta létezett egy gyalogátkelő. A Gesztenyéskert felújítása óta a Gesztenyéskert levezető lépcsőnél rámpánál volt a gyalogátkelő. De amikor 2,5 évvel ezelőtt átvettük a MOM sportcsarnoknak az üzemeltetését, annyira megnőtt a forgalom az új szolgáltatóegységnek köszönhetően, hogy megváltozott a gyalogos közlekedésnek a menete, illetve a módja. Az alpolgármester hozzátette, a MOM Sport 2013-as átszervezése óta évente több mint 600 000 keresik fel a sportcentrumot. A kényelmesebb elérés miatt a gyalogosok nem a kijelölt átkelőhelyet használták, ami közbiztonsági problémát jelentett. Főleg a fájdalomambulanciának, a Fitness and More Wellness központnak, illetve a Cserpestei Gónak köszönhetően jelentősen megnövekedett az ide látogató vendégeknek a száma. Egy évben egyébként több mint 600 000 keresik fel a MOM sportcsarnokot, és gondot jelentett, közbiztonsági problémát jelentett, hogy az emberek nem a kijelölt gyalogátkelő helyet használták, hanem lejjebb jöttek, hiszen természetes, hogyha valaki a Cserpesbe vagy a Fitness Klubba szeretett volna menni, akkor az épület és a MOM park közötti átkeléshez ezt a helyszínt választotta. Éppen ezért önkormányzati forrásból, a BKK-val együttműködve alakították ki az új zebrát. Fontosnak tartottuk, hogy a BKK-val egyeztetve egy újabb gyalogátkelőhelyet építsünk. Ez elsősorban a gyalogosan közlekedők biztonságáért történt. Ráadásul úgy építettük ki ezt a gyalogátkelőhelyet, hogy a közepén egy kis szigetet hoztunk létre, ennek szintén az a szerepe, hogy biztonságosabbá tegyük a gyalogátkelőhelyet. Rengeteg gyerek, tehát százával, ezrével közelítik meg a gyerekek a létesítményt, és ez segít abban, hogyha adott esetben egy türelmetlen autós megpróbálná az előzékenyen és szabályosan eljáró autóstársát kielőzni, akkor a balesetveszélyes helyzetet el tudjuk kerülni. Sajnos ilyenek még ebben a kerületben is előfordulnak. A Gesztenyéskertbe vezető gyalogátkelő hely természetesen továbbra is megmarad, hangsúlyozta dr. Váci János. Mint mondta, fontos szempont volt, hogy tanévkezdésre elkészüljön az új zebra, a gyerekek biztonsága és a közlekedés gördülékenysége érdekében. Szintén a 12. kerület közlekedését könnyítette meg a nemrég átadott körforgalom a Stromfeldaurél út Németvölgyi út Pagony utca találkozásánál. Ezen a környéken a nagy forgalom miatt korábban gyakoriak voltak a torlódások. A körforgalom kialakításával nem csak az autósok jártak jól, de a zöld felületek kialakítása miatt a környék levegője is tisztább lett. Kigyulladt egy fából készült villamos megálló a Szilágyi Erzsébet fasoron. A kiérkező tűzoltók percek alatt megfékezték a lángokat, majd megkezdték az épület átvizsgálását. Mivel az oltási munkálatok ideje alatt a tömlőt a síneken keresztül kellett átvezetni, ezért egy ideig a villamos sem közlekedett. Mostanra azonban helyreállt a forgalom. Csaknem 100 gyermek kapott a hegyvidéken ingyen 3 fogásos ebédet a nyári szünetben. A szociális étkeztetés keretein belül évek óta biztosítanak meleg ételt a rászorulók számára állami és önkormányzati forrásból. Az új tanévtől pedig a bölcsődékben és óvodákban is bővül azoknak a köre, akik ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak. Paradicsomleves, sült hús és gyümölcs.
Ilyen és ehhez hasonló háromfogásos ebédet kaptak a vakáció alatt a rászoruló gyerekek a 12. kerületben. Müller Csaba, a Népjóléti Iroda vezetője elmondta, a szociális nyári gyermekétkeztetés célja, hogy a magyar települések leginkább rászoruló családjaiban a gyerekek naponta meleg ételhez jussanak. A programot elsősorban az állam finanszírozza, ám a Hegyvidéki Önkormányzat is hozzájárul az ellátáshoz, mondta az iroda vezető. A program teljes költsége 2 100 000 forint volt, ebből végül az állam 1 900 000 forintot, és valamivel több mint 200 000 forintot az önkormányzatunk állt. Ez azt jelentette, hogy egy adag ebédre 440 forintot támogatásból, még 60 forintot önerőből fordítottunk. Azért volt szükség, hogy ezt a támogatási összeget kiegészítsük ebben a 60 forinttal, hogy minden gyereknek háromfogásos, leves, főfogás, illetve gyümölcs vagy desszert, tehát ilyen komplett étkezést tudjunk a mindennapokban nyújtani. Müller Csaba hozzátette, azok a gyerekek kaphatnak ingyenes ebédet a nyári szünetben, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Ezen belül is a gyermekvédelmi szolgálat tesz javaslatot a leginkább rászoruló gyermekek körére. Így idén-nyáron 91 kisgyermek kapott naponta meleg ételt. Az új tanévben pedig a gyermekvédelmi törvény változása miatt jelentősen bővült az ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak köre. Azok, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, ők a legrászorultabbak, ők eddig is ingyenesen kapták, ebben nincs változás. Azok, akik három vagy több gyermekes családban élnek, illetve akik fogyatékos, illetve tartós beteg gyermeket nevelnek, ők eddig 50%-os kedvezményt kaptak, de szeptember 1-től ők is ingyenesen vehetik az étkeztetést igénybe. És az ő körük kiegészül nem csak a tartós beteg gyermekkel, hanem annak testvérével is. Ingyenes étkezésre jogosultak azok a családok is, ahol az egy főre eső jövedelem nem éri el a minimálbér 130%-át, ami körülbelül 90 ezer forintot jelent. Müller Csaba elmondta, az előzetes adatok szerint a változás országos szinten a bölcsődés és óvodás gyerekek 90%-át érinti. A 12. kerület esetén előreláthatóan minden második óvodás jogosult lesz az ingyenes közétkeztetésre, ismertette Fonti Krisztina alpolgármester. Az óvodákban egy előzetes nyilatkozatot kértünk a szülőktől. Ezen nyilatkozatok alapján, a beérkezett nyilatkozatok alapján azt látjuk, hogy legalább a hegyvidéki óvodások 50%-a ingyen fog étkezni az óvodákban. Az ingyenes étkeztetés az iskolásokat nem érinti. Az ő esetükben a szülők az eddig is meglévő 50, illetve 90%-os támogatást kérhetik, amennyiben jogosultak erre. Arról, hogy pontosan kinek és milyen kedvezmény jár, javasolt a Hegyvidéki Önkormányzat Népjóléti Irodájában érdeklődni. Szeptember 1-től lépett életbe az egészséges étkeztetést előíró közétkeztetési rendelet, hamarosan pedig a járási hivatalok szakemberei ellenőrzik majd, hogy betartják-e azt az iskolák. Fűrész Tünde család- és népesedés politikáért felelős helyettes államtitkár ma azt mondta, nem fognak büntetni, ha valahol nem megfelelően készítik el az ételeket, csupán ajánlásokat fogalmaznak meg. A közétkeztetési rendelet célja, hogy a gyerekek egészségesebb ételeket kapjanak a bölcsidékben, az óvodákban és az iskolai menzákon. Ismét bővült a kiskereskedelem, a KSH adatai szerint júliusban 7%-kal volt magasabb a boltok forgalma, mint egy évvel korábban. A forgalom júliusi élénkülése elsősorban az élelmiszerfogyasztásnak volt köszönhető. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben tovább gyorsult a növekedés üteme, júliusban több mint 6%-os volt. A nem élelmiszer kiskereskedelemben több mint 7,2%, az üzemanyag kiskereskedelemben pedig 8,3%-os volt a bővülés. Tovább emelkedtek az ingatlanárak, az FHB felmérése szerint az elmúlt egy évben 15%-kal drágultak a lakások. Az árnövekedés több mint egy éve folyamatos a hazai lakáspiacon. A hitelek piaca júliusban is erős maradt. Az egy évvel korábbi adathoz képest csaknem 40%-kal emelkedett, júniushoz képest pedig szintén 10%-kal bővült. Rugalmasabb előírásokat és kevesebb kivételt tartalmaz a magyar helyesírás szabályainak 12. kiadása. A több mint 600 oldalas kötetet csütörtökön mutatták be a Magyar Tudományos Akadémián. Az új szabályzat több mint 30 év után jelent meg.
A 12. kiadás változásai azonban nem azonnal, hanem fokozatosan kérhetők számon az iskolákban és a vizsgákon. Búra. A magyar helyesírás szabályai alapján ezt a szót eddig rövid magánhangzóval kellett leírni, annak ellenére, hogy a legtöbben hosszú magánhangzóval ejtették. A csütörtökön bemutatott új helyesírási szabályzat azonban a kiejtéshez igazította a szó írásmódját, mint ahogyan több másik szót is másként kell leírni ezután. Így az árbóc immár árbóc, az immunis pedig immunis lett. Az elkészült, a szerkesztők szándéka szerint rugalmasabb, megengedőbb szabályzat most itt van a kezünkben. A magyar helyesírás szabályainak új, immár 12. kiadása rugalmasabb, követhetőbb előírásokat tartalmaz, mondta a kötet bemutatóján Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A több mint 600 oldalas szabályzatban kevesebb a kivétel, a 12. kiadáshoz mellékelt szótár pedig 8000 új szót tartalmaz. A helyesírási szabályzat átdolgozására azért volt szükség, mert a legutóbbi kötet megjelenése óta már több mint 30 év telt el. Sok olyan jelenség van, ami miatt okos dolog az internetkorban megjelentetni egy új szabályzatot, nem föltétlen azért, mert őrületes változások vannak, hanem mert a fókuszt rá lehet tenni olyan helyekre, amik a korábbiban értelemszerűen nem voltak ott, hogy kell egy internetcímet toldalékolni, ezt 84-ben nem nagyon lehetett leírni. Az új szabályzat széles körű egyeztetés után jött létre. A szabályzat szövegének megismertetése és az arról szóló konzultáció 2008-ban kezdődött el. Megkapta az összeállítást az MTA Nyelvtudományi Intézete, 30 gyakorlóiskola és gimnázium, 9 magyar munkaközösség, a magyar egyetemi és főiskolai nyelvészeti tanszékek, valamint 22 magyar nyelvészettel foglalkozó európai tanszék, és egyéb nyelvi kérdésekkel foglalkozó intézmény. A beérkezett javaslatok mindegyikét megtárgyalták, és azok egy részét be is építették a szabályzattervezetbe. A 12. kiadás változásai csak fokozatosan kérhetők majd számon az oktatásban, hangsúlyozta Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár. Az iskolák esetében azt javasoljuk, hogy a saját belső gyakorlatuknál a számonkérés esetében legalább 2 éves türelmi időt adjanak a gyerekeknek akkor, amikor már az új követelményeket kell, hogy számonkérjék. Az érettségi vizsgákon magunk is ezt tesszük. A 2017. évi májusi-júniusi vizsgaidőszakban szeretnénk azt bevezetni, hogy a helyesírás értékelése már kizárólag az új szabályok szerint történik majd. Eddig az időpontig mindkét szabályrendszer szerinti írásmód elfogadható lesz. Az új szabályzat szövege a helyesírás.mta.hu ingyenes helyesírási tanácsadó portálon is elérhető lesz. Idén is lesz hegyvidéki ősz. A programsorozat részeként szeptember utolsó hétvégéjén ismét megrendezik a gesztenye napokat. Ezen többek között Halász Judit, illetve a Solti György Zeneiskola növendékeinek koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők. Emellett lesz ugrálóvár, arcfestés és kirakodóvásár is. A teljes program kínálata a MOM Kulturális Központ honlapján olvasható. Híradónkat az interneten is megnézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!